Csóri, Vörösmarty, Íj és magyarval írtak érettségit ma a diákok a középiskolákban. Bajban az állatvédők, 1,5 milliós tartozása van a Nyíregyházi Egyesületnek, de bíznak a segítségben. Testvérpár nyerte a sakkbajnokságot. Gara Anita és Gara Tícia végzett az első két helyen a mándoki versenyen. Magyar nyelv és irodalom írásbelivel ma reggel megkezdődtek az érettségik. Az országban összesen mintegy 112 ezeren vizsgáztak. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Idén újdonság, hogy az érettségi feltételeként már teljesíteni kellett a diákoknak az 50 óra közösségi szolgálatot, ami a minisztérium adatai szerint minden végzősnek sikerült. A füzeteimben tanulok, illetve a könyveimben, és így átnézem őket. Ezek a felvételek vasárnap délután készültek. A Nyíregyházán élő Dobró Zsuzsanna az utolsó pillanatokat is kihasználta a tanulásra. A Vasvári Pál gimnázium végzős diákja emelt szintű vizsgát is tesz majd angolból, mivel pluszpontokra lesz szüksége a felvételihez. A Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkezek, és biomérnök szakot választottam. Hát ugye oda 400 pont kell, és ezért szükségem van a pluszpontokra is. Ez pedig már az érettségi első reggele. Érkeznek az iskolába a Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium diákjai. Nagy az izgalom a folyosókon, mindenki azt latolgatja, vajon milyen feladatokat kapnak. Próbáltam az előző évi érettségi feladatokat megcsinálni, mint a feladatokat is csináltam. A felkészítő tanáraim már tudták, hogy milyen típusú feladatokra számíthatunk, és inkább arra fektetük a hangsúlyt. A tantermekben pedig előkerültek az üdítők és az édességek, minden, ami serkentheti az agyműködést. Csokoládé az mindig van nálam, és ajánlják a banánt és a szőlőcukrot, úgyhogy azt is hoztam a biztonság kedvéért. Nyíregyházán a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban 67 végzős készült a magyar írásbelire, közülük 4-en emelt szinten tettek vizsgát. Az írásbeli előtt a diákok mobiljaikat letették a tanári asztalra és várták a feladatot. Ezt az időszakot nagy munka előzte meg. Otthon csináltam pár ilyen előző érettségi feladatot, illetve matekból jártam külön tanárhoz, illetve angolból, és akkor így készültem az érettségire. Néhány jó tanács még a vizsga előtt, majd mindenki megkapta a feladatlapját. A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tartott. A vizsgázóknak 2 feladatlapot kellett kitölteniük, a szövegértési feladatokra 60 perc, a szövegalkotási feladatok megoldására pedig 180 perc állt a rendelkezésükre. A vizsga első részében Moravcsik Gyula a Papíruszok világából című művének egy részét kellett értelmezniük a diákoknak. A szövegalkotás részben 3 feladat közül lehetett választani. Érvelésnél Csóri Sándor Nomád naplójából kaptak egy szövegrészletet a diákok. Az értelmezési feladat Tamási Áron Szerencsés Gyurka című novellája volt. Ha valaki pedig az összehasonlítás mellett döntött, akkor Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez és Íj és Gyula Bartók című művét kellett kifejtenie. Na, mit írtatok? Érvelés. Ezek pedig már az érettségi utáni megkönnyebbült pillanatok a Vasvári Pál gimnázium előtt. Egymást kérdezik a diákok, ki mit választott, hogyan dolgozta fel a témáját. Emelt szinten érettségiztem, összességében nehezebbre számítottam. Szerintem jó lett, meglátjuk majd 31-én, amikor megkapom. A témák nem voltak annyira nehezek, volt egy nehezebb ilyen egy Csát Géza novella, azt úgy kicsit nehezebb volt értelmezni, meg úgy maga a feladatutasítása se volt annyira teljesen egyértelmű, de azt lesz számítva teljes mértékben jó volt minden. A vizsga szabályai az előző évekhez képest nem változtak, ám ettől az évtől az érettségire jelentkezésnek előfeltétele volt. Az ez év érettségi vizsga legnagyobb újdonsága a közösségi szolgálat, hisz idén kell először teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálatot az érettségvizsga feltételeként. A mi adataink, mi információink szerint nincs olyan tanuló az országban, aki a közösségi szolgálat miatt ne kezdhetné meg az érettségvizsgát. Az érettségi vizsgák holnap a matematika írásbelivel folytatódnak.
Nincsen szabadság biztonság nélkül, és az EU-török megállapodás hibás lépés. Ezt mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szombaton Nyírtelken. A Civil Összefogás Fórum szakértője a kötelező kvóta elleni népszavazás fontosságáról beszélt országjáró sorozatának megyei állomásán. A vendéglátó Vinai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a betelepítéssel megváltozhat Magyarország kulturális és vallási arculata. A Nyírtelki Fórumon Vinnai Győző országgyűlési képviselő kiemelte, a magyar kormány az első perctől aktívan részt vesz a migránskérdés kezelésében. 2012-ben még 3-400 ezer, 2015-ben azonban már több mint 1 millió bevándorló érkezett Európába. Ez a szám idén akár a 3 milliót is elérheti. Olyan kihívás előtt áll Európa, és benne Magyarország, hogyha nem figyelünk oda, hogyha nincs egy határozott álláspontunk a migrációval, a népvándorlással kapcsolatban, akkor Magyarország kulturális, vallási arculata megváltozhat. Mi ezt nem akarjuk. Vagy legalábbis a magyarok döntő többsége, hadd ne mondjam azt, hogy mindenki, mert ilyet nem mondhatok, de a döntő többsége nem akarja. Lomnici Zoltán arról beszélt a fórumon, hogy több európai nagyvárosban már a lakosság negyede muzulmán, csak Franciaországban pedig 700 úgynevezett no-go zóna van, ahova keresztények nem mernek bemenni. A magyar bevándorlás politika hatékonyságát az is bizonyítja, hogy a kerítés megépítése után jelentősen csökkent a hatásértések száma. Az egy álságos megközelítés, hogy inkább szabadságot kell adni, mint biztonságot. Mi úgy ítéljük meg, hogy a kettő összefügg, sőt, nincsen szabadság biztonság nélkül. Brüsszelben manapság 7 óra után nem járnak a metrók. Szórakozó helyeken, mozikban fegyveres őrök vannak bent, amely nyilvánvalóan a komfortérzetét jelentősen lerontja az ott lakópolgároknak. Ez nem szabadság, ez egy ketreclét, amiben belekényszerítette a brüsszeli politika az ott élő embereket, és természetesen nem csak a brüsszelieket, hanem Európa most már egyre nagyobb részét. És mivel hogy ez a veszély folyamatosan fenn fog állni, erre érdemi válaszokat kell adni. Megítélésünk szerint az újabb betelepítés, a török EU megállapodás az egy rossz válasz erre. A harmadik országból érkező polgárok kapcsán jogi és morális aggályok is fellépnek, hangzott el a fórumon, a betelepítésről pedig helyi szinten kell dönteniük a magyar állampolgároknak, tette hozzá Lomnici Zoltán. Letették a második tanúszoda alapkövét is a megyében, a Fehérgyarmati után most Csengerben is elkezdték a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúrafejlesztési Program beruházását. Országszerte 24 tanterem, 25 tornaterem, 24 tanúszoda építésére és iskolafejlesztésre 38 milliárd forintot költenek. Letették az új úszoda alapkövét Csengerben. A gyerekek most még csak a táblát nézik, de 2017. februárjában már úszhatnak is a két új medencében. A csengeri városképbe illeszkedő makovec stílusú új létesítményben egy 25 méter hosszú, 6 pályás, 1,9 méter mély úszómedence, valamint egy óvodai tanmedence is helyet kap a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel. Mivel hozzánk Párcium is közel van, a Párciumi iskolák, Szatmárnémet és környező települései, ezért onnan is fogjuk várni a kedves gyerekeket, diákokat, felnőtt lakosságot ebbe az úszodába. Nagyon fontos az is, hogy a gyerekek egy új sportággal fognak megismerkedni, hogyha az úszoda megépül, méghozzá a vízilabda szakosztályt fogjuk elindítani nekik. Ebbe Dala Tamás válogatott olimpikon fog majd benne segíteni. A polgármester az átadó ünnepségen elmondta, a város felnőtt lakosságának közel 50%-a nem tud úszni. Több gyermek gerinc problémákkal küzd a térségben, így régi álmuk valósul meg most ezzel a 442 millió forintos állami beruházással. Boros Anita államtitkár helyettes elmondta, az állami fejlesztések nem állnak meg. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében először első ütemben 78 projektet valósítunk meg 38 milliárd forint értékben, és aztán a második ütemet már tervezzük. A 2017-es költségvetés valóban tartalmazni fog majd sarokszámokat, tehát látni fogjuk, hogy látjuk, hogy erre a beruházás típusra is lesznek majd forrásaink. Az, hogy pontosan mennyi, és hogy pontosan hány létesítményt tudunk megvalósítani, ezt majd az országgyűlés fogja tudni eldönteni, amikor a költségvetési törvényről szavaz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Baktalúrádházán, Csengerben, Fehérgyarmaton és Kemecsén ilyen tanúszoda épül, Aranyosapátiban pedig tanterem.
Kábítószer kereskedőket fogtak el a rendőrök a megyében, a gyanú szerint a két férfi Fehérgyarmaton árulta volna a drogot. A rendőrségi felvételen az látszik, hogy a nyomozók járműben állítottak meg egy személygépkocsit, az autó átvizsgálásakor kábítószergyanús anyagot találtak. A jelenlegi adatok szerint mintegy 30 g kokaint és 95 g amfetamint. A lefoglalt drogot szakértők vizsgálják. Az ügyben a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság kábítószerkereskedelem gyanújával folytat eljárást a két férfival szemben, akiket kihallgatások után őrizetbe vettek és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Bajban vannak a nyíregyházi állatmentők, a témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Bejutott az amatőr nemzeti bajnokság döntőjébe a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az elődöntő második mérkőzésén hazai pályán 74-73-ra verte a TFS-e csapatát. Így kettős győzelemmel került a fináléba, ahol az MTK ellen játszhat az élvonalba jutásért. Az utolsó forduló döntött az aranyérem sorsáról Mándokon, a női egyéni sakkbajnokságon. Az első helyen 5,5 pontot szerezve Gara Anita végzett. Megelőzte testvérét, az 5 pontos Gara Tíciát és a szintén 5 pontot gyűjtő, de kevesebb győzelmet szerző Marjanovics Anna Máriát. Kőműves, ács, bádogos és villanyszerelő. Ezek a szakemberek hiányoznak leginkább a hazai építőiparból. Pedig az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke úgy számol, hogy idén akár 4000-rel több lakóház épülhet fel, mint tavaly. Attól tartanak, hogy ugyan megrendelés lesz, szakmunkás viszont nem az év második felében. Azokat a jól képzett dolgozókat kellene visszacsábítani az országba, akik a válság idején inkább külföldön vállaltak munkát. Társasház épül Nyíregyházán. A beruházó cég ügyvezetője azt tapasztalja, hogy egyre kevesebb a jó szakember Magyarországon. Sokan külföldön vállaltak munkát a válság idején, akiket szerinte nem biztos, hogy vissza lehet csábítani. Még akkor sem, ha esetleg 2016 második felében itthon is több lesz az építkezés. Ha ezek megjelennek a piacon, mondjuk az év második felében, akkor már elképzelhető, hogy nehézségekkel találjuk majd szembe magunkat. Alátámasztja ezt az is, hogy tudjuk régebbi kollégáinkról, akik esetleg külföldön dolgoznak, hogy nem igazán kívánnak a közeljövőben visszatérni, még azon az áron sem, hogy nem biztos, hogy feltétlenül a szakmájukban helyezkedtek el külföldön, hanem például szalagmunkát végeznek. Pedig a szakma fellendülést vár az év közepétől. Ez részben a brüsszeli pályázatok megnyitásától és a csok beindításától várható. Ezt Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke mondta el televíziónknak adott telefonos interjújában. Kitért arra is, hogy országos szinten a tavalyihoz képest idén 3500-4000-rel több új lakóingatlan építésére számítanak. Most, amikor 40%-kal kisebb a rendelés állománya az építőiparnak, mint egy évvel ezelőtt volt, akár nyugodtak is lehetnénk, de abban a pillanatban, amikor a piac élénkül, nyilvánvalóvá válik, hogy minden építőipari alapszakma hiányszakma ma Magyarországon, és az ország minden részén, így van ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén is. Az Évosz szerint a kiszámíthatóbb beruházási környezet és a folyamatos munka lehetőség segítene itthon tartani a szakembereket. A felmérések szerint jelenleg kőművesekből, ácsokból, bádogosokból és villanyszerelőkből van hiány az építőiparban. Az építőipar előtt álló kihívásokról lesz szó a híradó után kezdődő 35 perc című műsorunkban is. Levicki Márta vendége, Vég József, a megyei építészkamera elnöke lesz. Csaknem 1,5 millió forint állatorvosi tartozása van jelenleg a Pecker Állatmentő és Környezetvédő Egyesületnek. Azért halmoztak fel akkora adósságot, mert több kutyát gyógyítottak meg, mint amennyi bevételük lett adományokból. Az ehhez hasonló szervezeteknek nagy segítséget jelenthetnek a személyi jövedelemadóból érkező felajánlások, azonban az adózók több mint fele nem él ezzel a lehetőséggel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal adataiból. Ezeket a kutyákat a Pecker Állatmentő és Környezetvédő Egyesület önkéntesei mentették meg, több település gyepmesteri telepéről gyűjtötték össze az állatokat. Az egész megyét átfogó feladatokra jelenleg mindössze 4 aktív munkatársuk van.
A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepre érkező kutyákat 14 nap után elaltathatják. Ezt a lehetőséget gyakran igénybe veszik, mondta az Egyesület alapító elnöke. Válogatás nélkül mentünk mindenkit, akit tudunk. Nyilván a befogató képességünk korlátolt, mellette rengeteg rehabilitációs munkánk van a bántalmazott és balesetes kutyákkal. Nagyon sok a műtéti operációs állatorvosi költségünk, ezért történt az, hogy idén kicsit megcsúsztunk a költségvetésben, mert túlvállaltuk magunkat mentésben. És egyszerűen úgy felgyűltek az orvosi költségeink, hogy képtelenek voltunk utolélni magunkat. Nem jött be annyi adományunk, mint amennyit kellett volna kifizetnünk orvosi költségre. Viszont ha nem vállaljuk be ezeket az állatokat, akkor ők meghalnak. Évente összesen közel 1000 kutya életét mentik meg az önkéntesek. Azok a kutyák, akik ide kerülnek, megkapják az oltásokat, bolhaírtáson és féregtelenítésen esnek át. Ha szükséges, gyógykezelik őket, valamint szocializálják is. Ez pedig nagy kiadás jelent az Egyesületnek. Jelenleg közel 1,5 milliós állatorvosi tartozásuk van. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával hasonló szervezeteknek, valamint egyházaknak is segíthetnek az adózók. Nagyon kevesen használják ki a személyi jövedelemadó 1+1% felajánlási lehetőségét, hiszen a tavalyi évek tapasztalatai alapján 220 ezer bevallásbor arányaiban körülbelül 45%-uk, aki él ezzel a lehetőséggel. Idén május 20-áig rendelkezhetnek adójuk 1%-ával az illetékesek. Azok az összegek, amiket nem ajánlottak fel, visszakerülnek az államkasszájába. Bejutott az amatőr nemzeti bajnokság döntőjébe a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese az elődöntő második mérkőzésén hazai pályán 74-73-ra verte a TFS-e csapatát. Így kettős győzelemmel került a fináléba, ahol az MTK ellen játszhat az élvonalba jutásért. Az elődöntő első mérkőzésén idegenben hosszabbítás után nyert az NKS, így várható volt, hogy a második találkozó is jócskán tartogat majd izgalmakat. Nem is csalódtak a Szent Imre gimnázium csarnokába kilátogató nézők. Az első negyed 24-24-es döntetlennel zárult, a nagy szünetre két pontos hazai vezetésnél vonultak le a csapatok. A harmadik játékrész egy ponttal a nyíregyháziaké lett, de a negyedik negyed végén átvette a vezetést a TFS-e. Egyenlített, majd a vezetést is visszavette a házigazda, 14 másodperccel a végső dudaszó előtt viszont ismét a fővárosiak álltak jobban egy ponttal. Farkasinszki Orsolya két jó büntetőjével ismét fordult az állás, de az utolsó pillanatokban háromszor is kosárra dobtak a fővárosiak, mivel azonban egyik kísérlet sem jár sikerrel, a nyíregyházi kosársuli győzött egy ponttal, és története során először játszott az élvonalba jutásért Farkasinszki Gyuláné együttese. Az első negyed vége volt az, amikor valamilyen szinte egy picit lenyugodtunk, mert ugye addig vége a térvezetet, tehát ugye eleve elkezdett már 5-0-ra vezettek, tehát akkor ott hirtelen egy kicsit én is ott, mi lesz ezen a mérkőzésen. De szép lassan azért rendeződtek a sorok, azok a játékosok azért, akik meghatározói elkezdtek betalálgatni, egy-egy labdát sikerült védekezésbe szereznünk, aztán szép lassan haladtunk. Ugye megvoltak egyébként a különbségek volt, amikor 8-9 ponttal is vezettünk, csak ugye akkor mindig jött egy mányoki 3 pont, vagy éppen egy másik játékos állampontosa, és akkor kezdtük az egészet előről, tehát újra kezdtünk építkezni. Tehát itt az volt a szerencsénk, hogy az a végjátékban azért sikerült bedobnunk a büntetőinket. A másik ágon az elődöntő harmadik mérkőzésén az MTK Budapest 75-63-ra verte a Vasast, így 2-1-es összesítéssel jutott a fináléba. A döntő meccsének időpontjéről még egyeztetnek a felek, de jelen állás szerint a jövő hétvégén Budapesten kezdődik majd a két nyert meccsig tartó párharc. Az utolsó forduló döntött az aranyérem sorsáról Mándokon, a női egyéni sakkbajnokságon. Az első helyen 5,5 pontot szerezve Gara Anita végzett. Megelőzte testvérét, az 5 pontos Gara Tíciát, és a szintén 5 pontot gyűjtő, de kevesebb győzelmet szerző Marjanovics Anna Máriát. Jövőre szintén Mándokon ülnek majd asztalhoz a legjobb hazai női sakkozók. 8 sakkozó részvételével rendezték meg Mándokon a női egyéni bajnokságot, amelyen a vasárnapi zárónapon dőlt el az érmek sorsa. A korábbi 4-szeres győztes Gara Anitának 1,5 pont elég volt ahhoz, hogy megszerezze újabb bajnoki címét. A második helyen testvére Gara Tícia végzett, míg a bronzérem a 15 esztendős Marjanovics Anna Mária nyakába került. Az immár 5-szörös bajnok nemzetközi nagymester veretlenül 4 győzelemmel és 3 döntetlennel végzett az élen. Talán a legnehezebb a Göcő Melinda elleni partin volt, ott eléggé csihipuhi volt, tehát eléggé bonyolult állás volt, de aztán ott is sikerült megfordítanom a partit.
Legszebb, nem játszottam most annyira szép partikat, tehát nem sikerült ilyen szép kombinációval befejezni, hanem inkább szépen lassan higgadtan játszottam, és megvártam, míg az ellenfeleim hibáznak, és akkor lecsaptam. A szövetség főtitkára leginkább annak örült, hogy viszonylag kevés mérkőzés végződött döntetlennel. Nagyon sokan kísérték figyelemmel az évi női bajnokságot. Külön öröm, hogy rengeteg parti eldőlt, nem voltak gyors döntetlenek, és amelyik még esetleg döntetlen zárult játszmák is nagyon hosszú ideig, több óráig tartottak. A legjobb női sakkozók közül öten május végén Romániában az egyéni Európa-bajnokságon ülnek asztalhoz. A szövetségi kapitány a kontinens viadalt követően hirdeti majd ki a szeptemberi sakkolimpiára utazó válogatott keret névsorát. Visszatérve a magyar bajnoksághoz, az esemény záró rendezvényén bejelentették, hogy 2017-ben is Mándokon mérik majd össze tudásukat a legjobb hazai női sakkozók. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel ma reggel megkezdődtek az érettségik, az országban összesen mintegy 112 ezeren vizsgáztak. Idén újdonság, hogy az érettségi feltételeként már teljesíteni kellett a diákoknak az 50 óra közösségi szolgálatot, ami a minisztérium adatai szerint minden végzősnek sikerült. Letették a második tanúszoda alapkövét is a megyében, a Fehérgyarmati után, most Csengerben is elkezdték a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program beruházását. Országszerte 24 tanterem, 25 tornaterem, 24 tanúszoda építésére és iskolafejlesztésre 38 milliárd forintot költenek. Csak nem 1,5 millió forint állatorvosi tartozása van jelenleg a Petszker Állatmentő és Környezetvédő Egyesületnek. Azért halmoztak fel ekkora adósságot, mert több kutyát gyógyítottak meg, mint amennyi bevételük lett adományokból. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 2-án hétfőn. Friss hírekkel kedd este jelentkezünk. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden változékony időre számíthatunk esővel. Továbbra is enyhe, jobbára nedves levegőt szállít fölénk a hazánktól délre örvénylő mediterrán ciklon. Éjjel erősen felhős marad az ég, eső, zápor is várható. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kedden napközben is többnyire erősen felhős lesz az ég, de az időnként elvékonyodó, felszakadozó felhőzet mellett rövid napos időszakok is lesznek. Esőre, záporokra is számítani lehet. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, helyenként megélénkül. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Szerdán és csütörtökön is folytatódik a változékony időjárás sok felhővel, széllel és záporokkal, majd pénteken átmenetileg napos, száraz idő várható. Nem lesz hideg a héten, az enyhe éjszakák után napközben 18-20 fokig melegszik a levegő.